Súlyos buszbaleset történt Észak-Macedóniában. Egy munkásokat szállító autóbusz zuhant árokba a főváros Skopje közelében. A jármű eddig ismeretlen okokból lesodródott az útról, tíz méter zuhanás után a tetejére csapódott. A balesetben 14 ember meghalt, 30-an megsebesültek. Hatana helyszínen vesztették életüket, a többi áldozat a kórházban halt meg. Hat sérült, továbbra is életveszélyes állapotban van. A buszhoz tűzoltók és helybeliek érkeztek, hogy segítsenek a sebesültek mentésében. Az egyik szemtanú elmondása szerint a roncs mellett erős gázolajszak terjengett, ezért félő volt, hogy a busz felrobban. Zorán Záev miniszterelnök két napos nemzeti gyászt hirdetett a szerencsétlenség után.